Tele vannak az egyik szexárdi gyógyszertár fiókjai, azonban ez nem volt mindig így, hiszen sokan tapasztalták, hogy több termék hónapokig hiányzott az üzletekből, és van, ami még mindig hiányzik. Ezek többek között a vén nélkül kapható szezonális betegségek kezelésére szolgáló készítmények voltak. Én azt gondolom, hogy ennek az egyik legfőbb oka az volt, hogy a COVID idején hordtuk a maszkot, megvédtük magunkat és egymást. Nem terjedtek ezek a felső légúti megbetegedések, most viszont már sokkal szabadabbak vagyunk, és a gyártók egész egyszerűen nem készültek fel erre a mennyiségű igényre, sokkal durvábban, erősebben tértek vissza ezek a járványok, ráadásul az időjárás is elég változékony, sokkal könnyebb megfázni. Mindez komoly gyógyszerhiányt okozott, az elnök elmondta, hogy januárban a gyártók már elkezdték a probléma megoldását. A vényköteles készítmények esetében pedig számos gyógyszerre van helyettesítő termék. Ha az orvos ezt nem zárja ki, hogy mi lehelyettesítsük a gyógyszert, akkor a problémát a patikában tudjuk orvosolni. Azonban valóban azt tapasztaljuk, hogy vannak olyan készítmények, amelyek eltűntek, és nincsen helyettesítője sem. Az orvosok hozzá tudnak jutni ezekhez az információkhoz, de ehhez az OGYE-nek a honlapját kell látogatniuk. Mi a gyártóktól azért közvetlenebből kapunk támogatást. Főképp a diabétesz kezelésére szolgáló, illetve a testsúly csökkentésre alkalmas vényköteles gyógyszerekből van a legnagyobb hiány. Több termék már helyreállt, azonban egy hosszú ideje fennálló hiányosságot hónapokba is beletelhet pótolni. Egyes termékek gyártása lehet, hogy csak decemberre oldódik meg, mondja a szakember.